Egy női hajtónak, a Gerjeni Domcsa Dalmának a fogathajtásba beletett hosszú évek utáni munkája kezd beérni. A versenyhiányos mai helyzet nem kedvez neki sem, de a fejlődése, előrelépése számokban, eredményekben, tendenciákban mindenképpen nagyon is mérhetően tetten érhető. Ezt jelzi, hogy már tavaly a kettes fogathajtó válogatottban első számú tartalékként szerepelt Dalma. A vele kapcsolatos elvárásoknak megfelelően szerepelt a nemrégen Vecsésen megtartott idei országos kettes fogathajtó bajnokságon, ahol az összetettben az igen előkelő negyedik helyen végzett. Az egyik erre ráhangoló meghívásos versenyen Pakson találkozhattunk Domcsa Dalmával és persze lovaival. A két forduló közötti szünetben interjúvoltuk a Tolna megyei fogathajtás immáron meghatározó, talán első számú válogatott versenyzőjét. Hát én úgy érzem, hogy az elmúlt években sikerült fejlődnünk. Tavaly már több külföldi nemzetközi versenyen is sikerült részt vennünk, volt Németországban, Lengyelországban, és igen, én lettem a póttag. Ugye a VB-re nem jutottunk ide, én úgy érzem, hogy ez is egy szép eredmény, hogy ideig is eljutottunk. Folytatjuk tovább a munkát. Ugye az idei év itt a vírus miatt is kicsit ugye szűkös lett a versenynaptárunk, de azért egy-két verseny így is van, hogy a lovak kondiba maradjanak. Azért is jöttem el erre az egynapos versenyre is, hogy az akadályhajtásomat tovább tudjam tökéletesíteni, tudjam gyakorolni. És hát jövő év ugye ismét VB év. Cél az, hogy most nem csak póttagok legyünk, hanem kerettagok. A lovasportra, Dalma felkészítésére sokat áldozó család továbbra is a legfőbb támasza. Ami a szakmai menedzsment illeti, az edző és felkészítő poszton történt változás a közelmúltban. Bégányi Csaba, aki segíti a munkámat, és úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Végülis a lovak is rendben vannak, tehát tudod váltani, cserélni akkor, amikor kell? Igen, mondjuk ott is történt egy kis változás, tehát úgymond a fogadban is beépítettünk egy új lovat, ugye azokat is még azért tesztelgetjük, de úgy érzem, hogy be fog állni a sorba. A nemzetközi és a hazai elitben egyre több erre a célra kitenyésztett holland versenylóval találkozhatunk. Domsáik maradnak a Lipicainál. Pakson a tartaléklovakkal indultak. Ilyen összeállításban még nem mentek a lovak, és hát azért jöttük, hogy kipróbáljuk, hogy otthon jól mentek, de hogy versenykörülmények között is tudom-e ugyanazt a szintet hozni velük, és ha jól megy, akkor Vecsésen már a következő nemzetközi versenyen már úgy indulunk. Szűk területen, egyenetlen talajon sok akadály várta a versenyzőket a focipályából kialakított ürgemezői pályán. Ez bizony alkalmazkodást igényelt nem csak a harmad és a másodosztályú hajtóktól, hanem az első osztályúaktól, a legjobbaktól is. Nem egyszerű a pálya, igen, a nehézségét az adja, hogy nagyon szűk területen van az egész, tehát folyamatosan a lova állításban forgatni kell őket, nem egyszerű pálya. Jól vizsgáztak a lovak is ezen a nehéz pályán? Igen, az első körön túl vagyok, szerintem jól mentek, úgyhogy elégedett vagyok. Egy verőhiba? Kettő volt? Egy verőhiba, alapidőn belül egy verőhiba volt, reméljük a második körben még az egy se lesz. Akkor még reménykedtek a fogathajtó sport kedvelői, talán a vírus helyzet engedi majd, hogy legalább a gerjeni nagyszabású októberi többnapos versenyt megrendezhetik az idén. De ennek éppen ellenkezője történt. Így a vecsési OB után ebben a sportágban, mint a többiben is, csak reménykednek, hogy 2021-ig az új versenyévad kezdetéig az orvostudomány tényleg győzedelmeskedik a vírus felett.